Válogatnak a focisták az ajándékok között. A tavaly ősszel indított aranykesztyű és aranycipő díjakhoz ugyanis értékes ajándék is jár. A 6. alkalommal odaítélt aranykesztyű díjat a 2007-es születésű Medgyes Attila, az U14-es csapat kapusa érdemelte ki. 4 éve focizom a PMFC-nél. Hát ez a csapat már a családom, és remélem, hogy ennek a csapatnak továbbra is a hálóira lehetek. Az aranycipődíjat pedig májusi teljesítménye alapján az U16-os csapat játékosa, a 2005-ös születésű Vas Bence kapta. 11 éve vagyok itt, már kiskorom óta itt vagyok, és hát igazából nekem ez a második családom. Hát minden nap lejönni a pályára, ez igazából élvezet. A díjakkal járó 20 000 forint értékű kapuskesztyűt, valamint a 30 000 forintos focicipőt Sólyom Csaba, a PMFC egykori kiváló kapusa, a klub jelenlegi kapusedző koordinátora, valamint Szabados József, egykori remek hátvéd, az MB2-es felnőtt csapat asszisztens edzője adta át a díjazottaknak. Először is szeretném megköszönni a klub nevébe a Krezzolinak és a focivilágnak ezt az együttműködést, hiszen azt gondolom, hogy ez egy egyedülálló remek kezdeményezés, és nyilván a gyerekek profitálnak ebből a legtöbbet. És hát a klubunknak is egy nagy előrelépés. Nyilván most a Medgyes Attila lett nálunk az U14-be a kapus díjat ő hozta el, meg is érdemelte, hiszen az U14-es csapatunk beverekedte magát az elitbajnokságba, ami azért PMFC szinten nem kis szó. Hát nem számítottam rá. Nagyon sok önbizalmat adott, meg plusz motivációt. Megmondom őszintén, nem számítottam erre a díjra, de ez hatalmas motiváció minden utánpótlás játékosnak. A mostani díjazottaknak, akár csak az eddigi 10 jutalmazottnak komoly tervei vannak a labdarúgással. Először is korosztályos válogatott, utána meg az NB1-ből bemutatkozni, utána válogatott és kikerülni külföldre. Először is ugye a korosztályos válogatottba bekerülni, és utána NB1-be itt Pécsen bemutatkozni.